A Végvári kapitány kommunikációs stábja egy év után végre kitalálta, hogy miért nem támogatjuk Svédország NATO csatlakozását. Hát nem volt könnyű szülés, mert ugye mégsem lehetett az igazat mondani, hogy a legszebb S betű szó a vétózás oka, amit Orbán annyira szeret hallani, és nem a szoboszlai az a szó, nem is a Szilva pálinka, és persze nem is a szeretlek, hanem a spasiba. De egy év szorgos kutatómunka, némi paranoia, és megtalálták a tökéletes indokot, hogy miért is ne legyen Európa egyik legmodernebb hadserege annak a szövetségnek a tagja, ami az országunk határait is biztosítja. A megkésett casus belli nem más, mint hogy Svédországban készült egy oktatófilm, amiben elhangzik, hogy Magyarországon leépül a demokrácia. Ezzel mossák a svéd gyerekek agyát teljes 10 percig. 10 percig. Hát ennyi idő alatt egy átlagos békemenet kommentelő háromszor meggyőzhető arról, hogy 56-ot az amerikaiak és a magyar fasiszta diverzánsok csinálták, vagy hogy Svájcban magyar nyugdíjakat és magyar oktatási rendszert akarnak, illetve hogy győzik-e Bartók Béla óta a legnagyobb magyar zenész. 10 perc. Bemennek az iskolába azok a cuki szőke kis kékszemű kölykök, jön az agymosás, és már is egy falka vatra Romanyeaszka akarja elpusztítani az 1000 éves magyar államiságot. Egyébként ritka lusta és mi haszna figurák a megafonosok, hogyha egy kicsit tovább keresgélnek, számtalan Magyarországra sértő állítást találhattak volna ezen kívül is a svéd oktatásban, de segítek, mutatom, hogy mi az, amit az ördög ilyen hazudó, fókabaszó, viking gyík emberek elkövetnek ellenünk. Figyelj! A 7. földrajzkönyvük például azt állítja, hogy a magyar GDP a harmada a svédnek. Az is elhangzik, hogy a minimálbér 5-szöröse a magyarnak. És az is, hogy egy svéd tanári fizetés 1 millió forinttal több, mint a magyar. És mindez nem elég. Ezek a hazug árja zsidók azt állítják, hogy a svédek 10 évvel tovább élnek abban a 8 hónapig sötét, jeges, alkoholista földi pokolban, mint mi a Kárpátok ölelte Mennyországban. Na most, hogyha ezek a számok nem sértik a magyar kormány önérzetét, akkor meg tényleg felesleges ezen a demokrácia dolgon rugózni, mert az az ország, ahol Orbán és Gyurcsány van az étlapon, hát pont annyira demokrácia, mint amennyire családbarát szafori egy hiénával és egy sakállal a ketrecbe kerülni, és akkor még a megafonosok fasz tudja honnan előkerülő 5 milliárdjáról, a Fideszre szabott választási törvényről, az ellenőrizhetetlen levélszavazatokról, vagy a krumplimbet voksokról nem is beszéltünk. Na most a sátáni svédek 5 éve készítették a magyar demokráciáról szóló anyagot, és ezek a minden hájjal megkent gazemberek egészen mostanáig tudták titkolni. Hát ehhez képest milyen egyenes már a magyar kormány, nem? Ami utcai plakátokon szít gyűlöletet az EU ellen, és nem tud olyan közszolgálati híradót készíteni, ahol ne gyalázne a legtöbb uniós vagy NATO szövetségesünket. De hát a svédek a mocskos kultúrálatlan vadállatok. A NER középvezető bepattan a Volvo terepjáróba, elmegy IKEA konyhabútort venni az uniós pénzből épülő vendégházba, rekreációs központba, vágóhídra, amit majd családi rezidenciaként használ, bedob néhány húsgolyót, hazafelé az abbától hallgatja, hogy money, 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 és dühösen mormogja, hogy ezek a veszett rinszarvas zabáló magyar gyűlölő eszkimok, ezek szórakoznak velünk? Ezek nem adják meg a tiszteletet? Mert a tisztelet a legfontosabb. A házelnököm így beszél. Amit csinálnak a svédek a saját hazájukkal, vagy azzal az országgal, ami rájuk bizott a Jóisten valaha, abból egyenesen következtethető az, hogy ők nem szeretik a hazájukat, sőt, szabályosan gyűlölik, mert hogyha nem gyűlölnék, akkor nem tennék tönkre. A svédek tönkre teszik a hazájukat. Lacuskám, mire gondoltál, édesem, kínai gyarmat? Vagy szemétlerakat? Muszkafaszopás? Korrupció? Nyilván a svédek gyűlölik a hazájukat, de szerencsére Orbán szereti, csak ne legyél meleg, meg baloldali, meg liberális, meg nő, meg tanár, meg beteg, szegény, fogyatékkal élő, tanulni vágyó, törekvő, tehetséges, olvasás, színházat, filmet szerető, vagy 20 méternél rövidebb luxusjacht. És a svédek a több százezer menekült befogadásával tényleg túltolták a jó emberkedést, de hát mégsem Stockholmból költöznek Budapestre, hanem fordítva. És inkább legyen valaki barátságos egy idegennel, mint bántalmazó a saját családjával.
A feketebőrű viking meg még mindig kisebb röhedelem, mint Lölő, mint vállalkozó, meg Rogán, mint feltaláló, vagy a Tények, mint híradó. Nem biztos, hogy ezt nekünk meg kell szavazni. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan szövetségesre nekünk nincsen szükségünk, amelyiknek az a véleménye rólunk, meg a mi hazaszeretetünkről, amit ez a kis film tükröz. Tehát mit keresünk mi egy szövetségbe? Tehát valaki nincs a helyén. Valaki nincs a helyén. És nyilván a svédeknek nincs helye a NATO-ban, de ez olyan, mintha az Oscar gáláról kinéznék Scorsese-t, és szeretnének helyette minél több Rákai Kálmánt. Tehát most már a svédek ellen is folyik a gyűlöletkampány, akik soha semmit nem ártottak nekünk, békés, kedves, lipsi népség. De mi jön legközelebb? Kinek megy neki a habonyművek? Békemenet a húsvéti nyúl ellen? Világháború a pandák ellen? Krisztus karóba húzása? A Benes dekrétumok mellett máig kitartó magyar gyűlölő Ficó támogatása? Esetleg mérgezzünk meg 10 millió embert mindenféle veszélyes vegyszerrel? Sajnos Ficó mellett ez az ötlet is nyerő lett a Karmelitában, és Orbán Viktor a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva kihirdette kormányzásának talán legunortodoxabb rendeletét, ami szerint, ha egy céget környezetszennyezésen kapnak, sem büntetni, sem bezárni nem kell. Hanem meg lehet vele állapodni, hogy majd valamikor fejezze be. Olyan ez az új szabályozás, mintha GVM és LL Junior 200-zal döngetnének az Üllői úton, és amikor lekapcsolja őket a rendőr, azt mondja, hogy nyugi-nyugi, marad a jogsi, nincsen pénzbüntetés, állapodjunk meg, kedves GVM és LL Junior úr, hogy a következő fél évben majd valamikor abba hagyják a 200-zal veretést a városban, ha esetleg ez idő alatt elgázolnak valakit, ne adj Isten, megölnék, kérem, ne stresszeljék magukat, háborús veszélyhelyzet van, ilyenkor az ilyen előfordul, tudjuk, így kalkulálunk. További jó utat, kényelmes és veszélyes vezetést. Hát én azt gondoltam, hogy annál durvább nem jöhet, mint ami most márciusban a bátonyterenyei akkumulátorfeldolgozóban történt, ahova kimentek a kormányhivatal ellenőrei, és őket is megmérgezték. Ellenőrizni akarták az üzemet, ahol addig is számos szabálytalanság történt, de ezúttal nem csak több száz tonna engedély nélküli veszélyes hulladékot találtak, de a gyár területén vágni lehetett a vegyszert a levegőben. Bőr és nyálkahártya irritáció lépett fel az ellenőröknél, akik fulladozva menekültek kifelé, mint a CEU Bécsbe. A bátonyterenyei ellenőrök megmérgezéséből azt a következtetést vonta le Orbán, hogy kell egy kis könnyítés ezeknek a cégeknek. Mi, magyarok, vendégszerető nép vagyunk. Az én házam a te gyárad. Az én nappalim a te bármid, kedves kínai barátom. Akik meg hát nem szeretik a mérget a levegőben, a vízben, meg a kert végében, azok gyávák. Fétik a tikszaros kis életüket. A magyar az ilyen egyáltalán? Megijed egy kis lítium acetáttól. 1000 éve az őseink még nyereg alatt érlelték a higanyt. Anyatejjel szívták magukba a ciánt. Látszik, hogy ezek a luttalpas kígyóválú belpesti ficsúrbolsik nem voltak katonák. Aztán, amikor látták az elemi erejű felháborodást, az energiaügyi minisztérium közölte, hogy Orbán rendelkezése csak a kohászati üzemekre fog vonatkozni. Nyilván csak másnapos volt a miniszterelnök úr az előző napi pálinkázás után, és csak Dunaújváros lakosságával akart végezni, és hát persze, úgy működik a NER, hogy mond valamit Orbán, megjelenik a közlönyben, az energiaügyi minisztérium sajtósa meg majd felülbírálja. És hát talán az sem véletlen, hogy a daganatos rendelettel egy időben vonultak le a kínaiak a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséről, a költségek elszálltak, és a kínaiak nem akarják tovább finanszírozni, de talán most megváltozik a hozzáállásuk, mert látják, hogy milyen áldozatkész a magyar ember, amikor mérget kell lélegeznie. Nugi, minden jól lesz, van kicsi ügyes onkológus, nagyon occo. És jelenleg tényleg az a helyzet, hogy mindent meg kell tennünk a kínaiak jó indulatáért, ugyanis csőd közelben van az ország. A magyar gazdaságpolitika 3 irányítója csak abban ért egyet, hogy a másik a felelős. A kormány kalandor politikát folytatott, és az ársapkák szabadították el az inflációt. Újabb ársapkákra van szükség, nem a kormány hibázott, hanem a világ volt kegyetlen velünk, és semmi szükség különadókra. Újabb különadókra van szükség, de ársapka nem lesz, a Gyuri egy kókler mindenről a jegybank tehet.
Mint hogyha egy autóban három kormány, három gázpedál és nulla fék lenne. Hogy működhet még ez az ország, mint hogyha Ihos József, Mr. Bean és Benny Hill csinálná a magyar gazdaságpolitikát? Hát ennél még egy Momentum Szikra mozgalom Mi Hazánk koalíció is működőképesebb cselekvési tervet rakna össze. Azt megfigyelted, hogy nincsenek uniós pénzek, nincs világgazdasági konjunktúra, és hirtelen kurvára nem tűnnek szakértőnek. A legalább tudnak kormányozni mítosz azonnal megdőlt. És miközben a Budapest-Belgrád vasút nagyobb csőd, mint azt bármely hivatásos ellenzéki vészmadár jósolta, Mészáros Lőrinc is levonult a félig kész pályáról, mert éppen Budapest és Győr között omlott össze a vasúti közlekedés. Oda kellenek a lassan, rossz minőségben, de legalább baszodrágán dolgozó Mészáros legények. Hát, mintha Matuska Szilveszter lenne a közlekedési miniszter, és dr. Mekkelek a túlfizetett kivitelezője. A MÁV után pedig felkészülhetnek a mentők, a gázszerelő, nem csak vasútépítő és hajós kapitány, meg malacpersely, meg szenvedélyes férj és ellenállhatatlan rétor, hanem most éppen kiderült, hogy tadatatam, autószerelő is. Tényleg az igazi magyar szaki, aki mindenhez ért, aki egy flexel, purhabbal, meg némi bazmegeléssel mindent megold. Hát egy újabb tökönrúgás ez mindannyiunknak. A következő 4 évben Lölő szervizeli a mentőautókat, potom évi 1 milliárdért, tehát ha bármi nagyobb baj lesz, hívjál taxit, vagy papot.